Az idei év első gazda fórumának megszokottan a tatai edzőtábor adott otthont. A rendezvényen dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom megyei szervezetének elnöke köszöntötte a több mint 120 megjelentet és ismertette a napirendi pontokat, amelyre a legszakképesítettebb előadók készültek. Minden évben csinálunk egy ilyen nagyobb agrárfórumot, év elején is, általában év végén is. Az év elején legfőképpen azért, hogy a gazdálkodók megismerjék azokat a legújabb jogszabályi változásokat, amelyek őket érinthetik, és a gazdálkodásukhoz, munkájukhoz nélkülözhetetlenek. Így a mai programnak része lesz például az őstermelőknek az adózása, járulékfizetési kötelezettségek tisztázása, ahol a NAV képviselője fog számunkra rendelkezésre állni. Aztán lesznek erdészeti vonatkozású problémáink, különösen a vadkár kérdés merül föl, szerintem nagyon fontos probléma, különösen a mi környezetünkben, itt most nem említek településeket, de hát mi egy jó erdősített megye vagyunk, úgyhogy elég sok vadkár éri a gazdálkodóinkat, tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a lehetőségeikkel. Aztán ugye változott a földforgalmi törvény, ami számunkra új lehetőségeket is biztosít. A legfontosabb része talán ennek, hogy az önkormányzatok képviselőtestete kikerülnek majd az eddigi eljárás, az eljárásból, mint hogy korábban benne voltak, és ez egy kicsikét megnöveli a földbizottságok feladatát, és egy kicsit az eljárás feltételei átalakulnak. Erről is kapunk egy előadást. És hát végül Jakab Istvánt választottuk, a MAGOSZ elnökét, az országgyűlés alelnökét, erre az alkalomra, hogy tájékoztasson bennünket az agrárpolitika legújabb fejleményeiről, lehetőségekről, és hát a jövőről, mert ugye bennünket legfőképpen most ez izgat, és mindenkit, hogy mi lesz az unióval a folytatásban, és hogyan, milyen támogatásokhoz juthatnak majd hozzá a gazdálkodók.